Inszomnia, a nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás hátterében általában valamilyen lelki probléma áll. Budapesti utazás kiállítás. A rendezvényen negyedik alkalommal vesz részt a Kárpátalját népszerűsítő szervezet, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. Bűncselekmények áldozatainak világnapja, bárki válhat bűncselekmény vétlen áldozatává, és minden sértett megérdemli az együttérzést, illetve a tiszteletet. Az emberek legalább 30%-ánál fordul elő orvosi segítséget igénylő alvászavar. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A kialvatlanság nappali fáradtságot, koncentrációhiányt és memóriazavart okoz, hosszú távon pedig depresszióhoz vezethet. A nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás hátterében általában valamilyen lelki probléma áll. Életünk közel egyharmadát alvással töltjük. A szervezetünkben ilyenkor zajlanak a legfontosabb regenerációs folyamatok, és ilyenkor készülünk fel a másnapi fizikai és szellemi feladatokra. Ezért a kialvatlanság az egész szervezetre hatással van. Nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás esetén a tartalékok kimerülnek, romlik az immunrendszer működése, így érzékenyebbek leszünk a fertőzésekre, és nehezebben gyógyulunk fel egy-egy betegségből. Nagyon sokszor a hátterében valamilyen lelki elakadás, nagyfokú szorongás, esetleg ilyen hétköznapi stresszek állnak, amik nyilván elsősorban az alvásunkban jelennek meg. Pontosan amiatt, mivel a hétköznapokban, ahogy tesszük a dolgunkat, nem biztos, hogy azokra koncentrálunk, amik szorongást okoznak, amikor pedig lefekszünk aludni, akkor ezek a tartalmak nagyon sokszor előjönnek, és emiatt akadályozzák a pihentető nyugodt alvásunkat. A rossz alvás sokszor hangulatzavarhoz kapcsolódik, ez a depresszió egyik első tünete is lehet. Nagy mértékben rontja az alvás minőségét például, ha képernyő vagy tévé előtt alszunk el. Ilyenkor lehet, hogy hamarabb elalszunk, viszont ez csak felszínes alvás lesz. Érdemes más módszerekkel megkönnyíteni az elalvást. Itt a legjobb az lenne, hogyha az ember valamiféle stresszoldó, relaxációs, meditációs technikát alkalmazna. Nagyon jó egyébként erre a sportolás is, mert nem közvetlenül lefekvés előtt, hanem mondjuk munka után, délutáni órákban segít az egész napos feszültséget levezetni, és akkor mindjárt az alvásunk is jobb lesz. Vannak egyébként erre megfelelő gyógyták, és ezeket ugye vény nélkül is lehet kapni patikában, de akár a házi orvos, akár a természetgyógyász is tud segíteni a megfelelő ilyen szeliterát. Terápiának a kiválasztásában, mert hát ugye a legjobb az lenne, hogyha nem elsősorban gyógyszerrel kellene kezelni ezeket a dolgokat. Az alvás 90-120 perces ciklusokból épül fel, ezek 4-5 ismétlődnek egy éjszaka folyamán. Az alvás igény azonban életkoronként eltérő. Egy újszülött többnyire csak enni és inni ébred fel. Egy felnőttnek napi 6-9 órányi alvásra lenne szüksége, még az idős emberek többsége alig néhány óra alvással is beéri. A kárpátaljai vidék természeti szépségeit, történelmi örökségeit és kulturális sokszínűségét mutatja be a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács a budapesti utazás kiállításon. A rendezvényen negyedik alkalommal vesz részt a Kárpátalját népszerűsítő szervezet, amely a határon túli együttműködéseket és az éppen aktuális kárpátaljai fejlesztéseket is bemutatta a háromnapos expó. Élő zenés néptánc bemutatóval nyitotta meg standját a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat az idei utazás kiállításon Budapesten. Számtalan olyan ok van, ami azt indokolja, hogy a határmenti együttműködést jelentősen meg kell erősíteni, mondta el beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medence óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, annak városai Nyíregyházával az élen nagyon komoly nemzetpolitikai feladatokat töltenek be a már említett közegészségügyi, infrastruktúrális fejlesztéseken túlmenően az élet minden területén. Például szeretnénk megerősíteni a kulturális együttműködést, hiszen a kárpátaljai plenerfestészet, ami a nagybányai iskolának egy nagyon-nagyon szép, ma is élő hagyományát viszi tovább, az elválaszthatatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális vezető szerepétől.
Tehát mind az élet minden területén törekszünk ezeknek az együttműködéseknek az elmélyítésére, és ez mind egy irányba mutat, hogy itt a Kárpát-medencébe, ha egy nemzeti közösségbe akarjuk szervezni az itt élő 13 millió magyar, akkor ebből nem hagyhatjuk ki a 150 ezer főnyi kárpátaljai magyar kisebbséget, és mivel a szükség nemzetiség független erőnkhöz mérten, vagy időnként talán erőnket meghaladó mértékben támogatjuk a Kárpátalján élő többséget is. Bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikailag fejlettebb, infrastruktúrálisan jobban kiépült, mint Kárpátalja megye, a határon túli fejlesztések és programok segítenek felzárkóztatni a térséget. Elkészült egy turizmusfejlesztési koncepció a Kárpátalja magyar lakta vidékére, a Nyíregyházi Egyetemmel közösen, és hát ennek a támogatására a Külgazdasági és Külügyminisztérium körülbelül olyan 500 millió forint áll majd rendelkezésre, amivel elsősorban szállásfejlesztésekkel fogunk foglalkozni. Azt kialakítottuk egy olyan minőségvizsgáló rendszert, amely lehetőséget ad arra, hogy a turista lássa azt, hogy tulajdonképpen az a hely, ahová menni szeretne, az a szállás az milyen minőségű. Továbbra is számos fesztivált, eseményt tervezünk ebben az évben. És ez a mai kiállítás, amit megjelentünk, is azt jelenti tulajdonképpen, hogy Kárpátalján él a turizmus. A magyar kormány többek között a Rákóczi Szövetség segítségével éleszti újra a kárpátaljai turizmust, melyhez civil csoportok számára akár utazási támogatásokat is nyújtanak. Arra bátorítjuk a magyarországi és a határon túli magyar közösségek egyházait, nagycsaládos szervezeteit, települési önkormányzati testületeit, tantestületeket, bármilyen olyan közösséget, aki kedvet érez arra, hogy meglátogassa Kárpátalját, az induljon el, pályázzon, egészen április elejéig ezt a pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján be lehet nyújtani. 250 ezer forintot tudunk felajánlani azoknak a csoportoknak utazástámogatásra, akik elindulnak. A kiállítás megnyitóján elhangzott, a kárpátaljai turizmus mintegy 50%-a már üzleti alapon jön létre, vagyis a megyébe érkezők fele a szabadidő eltöltése miatt érkezik Kárpátaljára. Heteken belül jönnek a Modern Falu program pályázatai. Magyarországon 2800 olyan település van, amelynek a népességet nem érje el az 5000 főt. Ezek egyenként 2-3 pályázatot nyújthatnak be. A beérkező pályázatok eredményeként 4000 támogatási szerződés készülhet. A program keretösszege az idén 150 milliárd forint, amelyből 50 milliárd utak építését és javítását fedezi, 25 milliárdot a falusi csokrak különítenek el, és további 75 milliárd forint áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy olyan fejlesztéseket valósíthassanak meg, amelyekre uniós pályázati források nem álltak rendelkezésre. A bankok által elvett otthonok visszavásárlási határidejére figyelmeztet a Nemzeti Eszközkezelő, az ajánlat készhezvételétől számított 60 napon belül kell választ adnia a NET ZRT 32 ezer ügyfelének arra, hogy vissza akarja vásárolni a bankok által elvett otthonát, közölte a Nemzeti Vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter. Azok, akik nem adnak választ a határidőig, elveszítik a visszavásárlási lehetőségét, és a jelenleg fizetett bérleti díjuk 2019. július 1-től a háromszorosára emelkedik, emelte ki a közleményben Bártfai Mager Andrea. Az elmúlt években a NET programmal több mint 36 ezer otthont tudtak megvédeni, és mintegy 154 ezer ember menekült meg úgy a több milliós hiteltartozástól, hogy továbbra is az otthonában maradhatott, olvasható a közleményben. Február 22-én van a bűncselekmények áldozatainak napja. Az évforduló a bűncselekmények áldozatainak kartájához kötődik, amelyet az Európa Tanács 1990. február 22-én tett közzé. Bárki válhat bűncselekmény vétlen áldozatává, és minden sértett megérdemli az együttérzést, valamint a tiszteletet. A nyíregyházi törvényszék is kiemelt figyelmet fordít a sértettek védelmére. Az áldozatok közül a törvény meghatározza a különleges bánásmódot igénylők körét. Ide tartoznak a 18 év alatti személyek, vagy a nemi bűncselekmények áldozatai. A kirívóan erőszakos bűncselekmények kapcsán is lehetősége van a bíróságnak bármelyik sértettet különleges bánásmódot igénylő személynek nyilvánítani, közölte a törvényszék szóvivője.
A tavaly életbe lépett büntetőeljárási törvényünk egyik célkitűzése többek között a sértettek jogainak érvényesítését elősegíteni, a sértettek nagyobb fokú védelmét biztosítani a büntetőeljárás során. Így például a sértettek esetében lehetőség van arra, hogy a büntetőeljárás során bármikor elmondhatja azt, hogy a bűncselekmények következtében milyen testi, lelki szenvedést kellett átélnie. Lehetősége van arra az áldozatnak, hogy a büntetőeljárás során segítő őt vegyen igénybe, azaz meghatalmazhat egy nagykorú szemét, hogy az ő érdekét képviselje. Ha az áldozatok anyagi helyzete nem teszi lehetővé a jogi védelem kifizetését, akkor pártfogó ügyvédet rendelnek ki részükre, tette hozzá a szóhívő. A törvényszék fontosnak tartja, hogy a lakosság figyelmét felhívják a bűncselekmények áldozatainak védelmére. Közleményt adtunk ki, itt részletesebben tájékoztattuk a állampolgárunkat, hogy milyen lehetőségeik van, hogyha bűncselekmények áldozataivá váltak, illetőleg tudni kell, hogy a bíróság minden szerdai napokon van ügyfélfogadás is, és itt akár, hogyha valaki bűncselekmény áldozatává vált, illetőleg bizonyos esetében, például becsületsértések, könnyűtesti sértések esetén magát a feljelentést is megteti a sértett. A bűncselekmények áldozatait több eszközzel is védik. A törvényszék honlapján sok hasznos információt találhatnak az érdeklődők, illetve érdemes igénybe venni a törvényszéken a személyes tájékoztatást is. Egyre többen érdeklődnek a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzat rendezvényei iránt, tagjainak száma pedig már a 100 főt is meghaladja. Egyik fontos kezdeményezése az önkormányzatnak, hogy magyar nyelv és helyesírás oktatást szerveznek, valamint saját kiadású könyvből oktatnak a vasárnapi iskolában. Szofia Kánics Judit 8 éve vezeti a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzatot. 1993-ban repatriált Magyarországra, és hosszú éveken keresztül Baktalú rendházán tanított angol és ukrán nyelvet. Amikor elkezdett dolgozni, meglepődve tapasztalta, hogy sokan nem tudják, hogy az ukrán és az orosz két különböző nyelv. Jelenleg az önkormányzat aktívan részt vesz a helyi programokban, illetve folyamatosan pályáznak is. Feladatuk, hogy a nemzetiség kultúráját, hagyományait, nyelvét és tradícióját bemutassák, és népszerűsítsék akár azok számára is, akik már Magyarországon születtek. Megtartjuk szépen hagyományosan az ünnepeket, ápoljuk a nyelvet. Nagy dolognak tartom azt, hogy ilyen rendszeresen működik az iskolánk, mert nem könnyű dolog, a gyerekek azok az én kis hőseim, mert ő egy rendes iskola után 4 órakor a nagy hátizsákkal, felszereléssel jön ukrán órára. És ez a szülőknek is, és a gyerekeknek is elég nagy munka. De szeretettel jönnek, és sikerült már egy 10 fős fiatalokból álló csoportot megszerveznünk, akik már befejezték az iskolát, tanulnak egyetemeken, stb., de összetartanak, és úgy szintén aktív tagjai a mi csoportunknak. Fontos kezdeményezése az önkormányzatnak, hogy magyar nyelv és helyesírás oktatást is szerveznek 7-8 fős kurzusokban. Legközelebb a tavasz folyamán indítanak új csoportot. A 100 főnél is nagyobb létszámmal működő önkormányzat a beilleszkedésben is segíti azokat, akik Ukrajnából települnek át Magyarországra. A tagok az ukrán és magyar ünnepeken is programokat szerveznek. A holodomor az ukrán nép történetének egyik legnagyobb katasztrófája. Egyes becslések szerint több mint 7 millió ember áldozattal járó ukrajnai éhínség. A közeljövőben már Nyíregyházán is megemlékezhetnek a tragédiáról. Munkatervünkben van, és elindult Nyíregyházán egy holodomor emlékkő felállítása a görögkatolikus templom udvarán, a Korányi úti görögkatolikus templom udvarán. Püspök atya engedélyét adta, meg lett szentelve a hely, és most a készületek, a kő előkészítése indult, úgyhogy lesz egy ilyen dolog is Nyíregyházán. Azon kívül szeretném megmondani, aki nem tudja, hogy a mi önkormányzatunk állított emléktáblát Biri településen. Mártír halált Orosz Péter Pál görögkatolikus papnak, akit
aljas módon meggyilkoltak Kárpátalján. Azon kívül a nyíregyházi főiskolán emléktáblát állítottunk Udvari István tanárúrnak, aki annó megalakította az ukrán tanszéket. Tavaly nyertek egy pályázatot is, amelynek köszönhetően sikerült kiadniuk a Tanuljunk ukránul című könyvet, amit a vasárnapi iskolában is használnak. Kiütéses győzelmet aratott Gyulán a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttes az MB2 keleti csoportjának 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen 104-53-ra verte a hazaiak csapatát. A nyíregyházi kosarasok pénteken Békés Csabán lépnek pályára. A sereghajtó gyulai Kolor csapatához utazott a Sunshine Nyikse, így a találkozó kimenetele már a feldobás előtt sem volt kérdéses. Az első negyedben 13 pontos vezetést szereztek a főleg fiatalokra szerepeltető vendégek, akik a második 10 percben újabb 14 pontot tettek hozzá előnyükhöz. A játék képe a fordulás után sem változott, folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség, és Kovács Tibor együttese végül a 100 pontos határt is átlépve aratott kiütéses győzelmet a hazaiak felett. Erre számítottunk, mert a tabellán elfogadt helyezést, illetve hát ismerve az ellenfél, illetve a mi csapatunk játék erejét, szerencsétlenség nélkül mondhatom, hogy alapvetően reálisan úgy mentünk oda, hogy győzelmi esélyünk van, és ezt semmi kétséget nem akarunk e felől hagyni, illetve úgy készültünk, hogy ennek tudatában az idősebb, rutinusabb játékosaink kevesebbet, vagy egyáltalán nem játszanak, és a profitálás ez akkor történt, hogy lényegében a meccs nagyon nagy részét a fiataljaink játszották végig. Ki kevesebbet, ki többet, de elsősorban ők játszottak. A nyíregyháziak pénteken késő este a 6. helyezett Békés Csaba otthonában lépnek pályára. Ott már ezeket a tapasztalatokat is szeretnénk felhasználni, mert ez a néhány játékosunknak ez a tapasztalat is sokat jelentett. Ott természetesen már teljes csapattal szeretnénk kiállni, ha csak valamilyen munkahelyi egészségi probléma nem jön közbe, bízunk benne, hogy nem. Látva az eddigi eredményeket és elsősorban a hazai mérkőzését Békés Csabának, azért szoros eredményre számítunk, bízunk benne, hogy nem úgy lesz. Nagyon nehéz lesz ott nyerni, de úgy készülünk, hogy természetesen nyerni szeretnénk. Az NV2 keleti csoportját a Ceglid vezeti 13 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 12-1-es mutatóval álló Szolnokot és Deac Campus Fesztivált. A Sunshine Nyikse 9 győzelemmel és 4 vereséggel a 4. helyen várja a folytatást. A hétvégén a megyei első osztályú bajnokság 16. fordulójának mérkőzéseivel elrajtol a megyei foci szezon. A holt szezonban több mint 400 felnőtt és utánpótláskorú játékos váltott csapatot a 3 osztály 8 csoportjában. Két és fél hónapos szünetet követően ismét bajnoki pontokért lépnek pályára a megyebeli futballcsapatok. Persze a téli időszak sem telt játék nélkül, mivel az MLS megyei igazgatósága nagypályás műfüves tornát, kispályás tornát, utánpótlás futszál és női tornát is szervezett a felkészülés segítése érdekében. Az átigazolási időszak február közepén zárult, tavasszal több mint 400 játékos fut majd ki új csapat a mezében a pályára. Nagyon sokáig pangott az átigazolási piac, talán beszéltünk is, hogy meglepően kevés a mozgás, és mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy télen meg különösen a legtöbb mozgás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. Hát ez az utolsó három napra korlátozódott, ugyanis az utolsó három napban több mint 400 kérvény érkezett be a rendszerbe, úgyhogy eszméletlen sok átigazolás volt, nagyon meg kellett hajtani magukat a fiúknak, két kollégámnak, mert az utolsó napokban azért adtak munkát a csapatok. Egyébként mondom, az átigazolás első három hete az rendben csendesen lezajlott, de az utolsó napokban azért nagyon sok együttesnél váltottak csapatot a játékosok, utánpótlás és felnőtt szinten egyaránt. Az elmúlt napok időjárásának tükrében az igazgatóságon bíznak abban, hogy zökkenőmentes lesz a tavaszi nyitóforduló. Nagyon nyugodtan várjuk a rajtot, hiszen mai nap folyamán beszéltünk valamennyi rendezőgárdával, és mind a 8 helyszínen megfelelőek a körülmények, úgyhogy most úgy néz ki, hogy teljes fordulót tudunk rendezni a megyei első osztályban. Lesznek olyan mérkőzések, ami Műfűn rendeznek meg, ugye a Nagycsed érthető okok miatt, hiszen pályabetiltás miatt játszik Nyír Bátorban a Vásárosnaménnyal, a fehérgyarmatiaknak a pályájuk azért lent fekszik, tehát mélyen fekszik, és annak ellenére, hogy ilyen jó idő volt az elmúlt két hétben, és a legtöbb megyei pálya felszáradt, kiengedett és felszáradt és játékra alkalmas. A fehérgyarmatiak inkább azt mondják, hogy azért a Műfőn jobban tudnának játszani, úgyhogy úgy néz ki, hogy a fehérgyarmat mérkőzése a Műfőn lesz, illetve a balkányi pálya is elég mélyen fekszik, és a balkániak pedig a nyíregyházi városi stadionba hozzák be a Máté Szalka elleni rangadójukat.
A megyei első osztály tavaszi nyitófordulójának teljes párosítása a következő: Nagyecsed Vásárosnamény, Baktalórendháza Csenger, Tiszakanyár Mándok, Ibrány Gyulaháza, Balkány Máté Szalka, Fehérgyarmat Nyírgyulaj, Kisvárda 2 Tiszavasvári és Nagyhalász Tarpa. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Az emberek legalább 30%-ánál fordul elő orvosi segítséget igénylő alvászavar. A kialvatlanság nappali fáradtságot, koncentrációhiányt és memóriazavart okoz, hosszú távon pedig depresszióhoz vezethet. A nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás hátterében általában valamilyen lelki probléma áll. A kárpátaljai vidék természeti szépségeit, történelmi örökségeit és kulturális sokszínűségét mutatja be a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács a budapesti utazás kiállításon. A rendezvényen negyedik alkalommal vesz részt a Kárpátalját népszerűsítő szervezet, amely a határon túli együttműködéseket és az éppen aktuális kárpátaljai fejlesztéseket is bemutatta a háromnapos expón. Február 22-én van a bűncselekmények áldozatainak napja. Az évforduló a bűncselekmények áldozatainak kartájához kötődik, amelyet az Európa Tanács 1990. február 22-én tett közzé. Bárki válhat bűncselekmény vétlen áldozatává, és minden sértett megérdemli az együttérzést, valamint a tiszteletet. A nyíregyházi törvényszék is kiemelt figyelmet fordít a sértettek védelmére. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 22-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják, tudósításainkat pedig internetes oldalunkon is elérik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Változóan felhős, majd túlnyomóan derült idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szél sokfelé viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 fok körül alakul. Napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. Az északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül alakul. A hideg front hatás fokozatosan megszűnik, de a különösen érzékenyeknél még előfordulhat fejfájás, szédülés, illetve vérnyomás ingadozás. A következő napokban a Kárpát-medence egy anticiklon peremén helyezkedik majd el. Általában több órára kisüt a nap, többnyire gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csupán néha növekszik meg erősebben a felhőzet, csapadéknak akkor is kicsi az esélye. Vasárnapra mindenhol mérséklődik a légmozgás. A jövő héten azonban időnként ismét megerősödhet az északi, északnyugati szél. Kezdetben még csípősek lesznek a hajnalok, majd mérséklődik az éjszakai lehűlés, és a jövő hét első felében újból magasabb maximum hőmérsékleteket mérhetnek.